Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Sümeg és térsége szennyvíz csatornázása és szennyvíztelep korszerűsítése, illetve a bővítése tárgyában a második sajtótájékoztatónkat tartanánk meg. Ezzel kapcsolatban szeretnénk elmondani, hogy a kivitelezés olyan fázisba jutott, hogy ugye a szennyvíz csatorna hálózaton december 6-án, illetve a szennyvíz telepen pedig február 20-ával a próbaüzem indítása megtörtént. Tehát a szennyvíz hálózatra a lakosság a szennyvizet rábocsáthatta december 6-a után már, ez meg is történt. Jelen pillanatban a mai információink szerint már a lakosság több mint 30%-a rákötött a szennyvíz csatorna hálózatra, és a szennyvíztelepnek az egyik műtárgyával viszont már az üzemeltető információ szerint, hova nézzek oda, az üzemeltető információ szerint az egyik műtárgyban már elengedtük a szennyvizet, illetve működik a rendszer a szennyvíztelepen is. Ezután szeretnék köszönetet mondani úgy a szennyvízcsatorna hálózat potenciális üzemeltetőjének, illetve a szennyvíztelep üzemeltetőjének, Csertán Gábor úrnak, Fábrik Tamás úrnak és Éri László úrnak, aki mint lokálpatrióta és sümegi lakos nagy figyelemmel kísérte a szennyvíztelepnek ezen fázisának megépítését, illetve bővítését, hogy megfelelően, illetve megfelelő módon készüljön, illetve megfelelően tudják próbaüzembe helyezni ezt a rendszert. A végleges műszaki átadás átvételt a próbaüzem lefolytatása után szeretnénk megtartani, aminek várható időpontja ez a 6 hónapos próbaüzem, ami a szennyvíztelepen elindult, ami viszont a szennyvízcsatorna hálózatot illeti. A szennyvízcsatorna hálózaton pedig elvileg június 6-a lenne a próbaüzem lezárás a szennyvíz bebocsátása tekintetében. Jelen pillanatban nagyjából a megvalósulás tekintetében így állunk, illetve ezeket a feladatokat végezte el a vállalkozónk, a konzorcium, és ezeket a feladatokat hagyta jóvá a beruházó önkormányzatok közösen. Amit szintén szeretnék megköszönni a beruházó önkormányzatok első számú vezetőinek, az a hozzáállás és segítség, amit nyújtottak a beruházás ez idáig, hogy eljusson. Szeretném elmondani, hogy a kivitelező eddigi munkái, ami még végül is hátra van, azokat folyamatosan végzi, illetve szeretném elmondani ezzel kapcsolatban azt, hogy az úthelyreállítási munkák április első hetében, amiről majd bővebben a konzorcium vezetője, Sziterszki Kft. Részülő igazgató úr, Hegyi Zoltán igazgató úr bővebb tájékoztatást is tud majd nyújtani. Ezután szeretném felkérni Laszkovica Jelmi országgyűlési képviselőt, illetve a megyei közgyűlés elnökét, hogy egy pár szóban a beruházásról, illetve az összefüggéseiről, ami kapcsolódik a megyei stratégiához, pár szót. És nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ugye nem először találkozunk már így együtt a program keretében, hiszen ha belegondolunk, épp polgármester Rákos Ferenc polgármester is tudja, mert már régen volt a polgármester úr, polgármester itt a térségben, hogy már több mint 15 éve azon dolgozunk, és azért lobbizgatunk, azért tervezgetünk, hogy ez a sümegi kettes csatorna és szennyvíztisztítás program ez megvalósulhasson. Voltak pozitív, biztató jelek túl néhány évvel ezelőtt, de mégis valahogy a források szűkössége miatt nem sikerült elérnünk azt, hogy megfelelő támogatottságot elnyeressen ez a projekt, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a megyében sümeg és kistérsége nem a legtehetősebb területek közé tartozik, és nehéz azt az önrészt előteremteni, ami egy ilyen 1,7 milliárdos projekthez szükséges. És így is, hogy 85%-os támogatottságot ért el a projekt, így is azért a polgármesteroknak, hölgyeknek meg kellett dolgozni azért, hogy a lakosságot sikerüljön olyan irányba motiválni, hogy igenis fontos az, hogy ez a csatornázás és ez a szennyvíztelep felújítása ez megvalósulhasson, hiszen ez nem csak a mi személyes egyéni érdekünk, hanem ez valahol a jövőt is jelenti, a gyermekeink jövőjét is, hogy milyen élőteret vagyunk itt, hátra majd magunk mögött.
A másik, ami nagyon fontos, hogy Veszprém megyét, nagyon jól tudjuk, Veszprém megyében nagyon komoly ivóvízbázis van alattunk, ráadásul Csümeg, Nyirád térsége, Tapolca térségében azt lehet mondani, az ország egyik legnagyobb édesvízű bázisa található, amely, mint nem kell elmondani, nagyon-nagyon fontos a következő évtizedekben is, hiszen azt jósolják nagyon sokan, hogy a következő nagy háborúk lehet, hogy épp az édesvízkincs fognak történni, nem az olajért, mint ahogy az elmúlt évtizedekben az olajért mentek a nagyobb háborúk, meg az energia készletekért. Most azt mondják, hogy az édesvíz lesz a legértékesebb, majdnem olyan, mint az a. Tehát nekünk azt gondolom kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ezzel az édesvíz készlettel akár földbe van, alattunk, akár a befolyóvizek, a folyóvizek által bejövő édesvíz készlettel megfelelően gazdálkodjunk. Ennek az egyik része ez a szennyvíztisztító telep és a hozzátartó csatornarendszer megépítése, és azért büszkén mondhatjuk el, hogy a Veszprém megyében az elmúlt években nem csak itt, hanem akár a Káli-medencében is, vagy itt a szomszédos Csabrenden, Kárpalatfai térségben is megtörténtek a szennyvízes beruházások. Én nagyon remélem, hogy a lakosság ezt a terhet, mert azért ez teherrel is jár, ezt el fogja tudni viselni. És hozzátenném azt, hogy a kormányzatnak is az a törekvése, mint ahogy az elmúlt egy évben látszik, hogy a lakossági közüzemi terheket megpróbáljuk csökkenteni. Igaz, hogy ennek, ha így belegondolunk, vannak olyan fázisai, amely lehet, hogy némelyek számára kellene. Főleg esetleg a nagy szolgáltatók számára, mint ahogy lehetett hallani akár Pécs vagy Budapest esetében is, hogy a vízműveket vagy a csatornaműveket megvették a városok, azoktól a külföldi tulajdonú cégektől, akiknek annak idején privatizálva lett, de azért azt tudni kell, hogy általában azok a cégek, akik megvették ezeket a közműveket, ezek mind állami cégek. Tehát akár a francia állam tulajdona, akár a német állam tulajdona, de állam. Nekik megér üzemeltetni ezeket a közműveket, akkor biztos vagyok benne, hogy a magyar államnak, vagy a magyar országi önkormányzatoknak is megér ezt üzemeltetni. És ezt csak azért hangsúlyozom, mert hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor lehet egy olyan finanszírozási rendszert kialakítani, amely egységes és a magyar állampolgárok számára kedvező gazdaságilag és anyagilag is. Én elfelejtettem egy dolgot, hogy egy meghívóban itt volt, hogy Illés Zoltán államtitkár úr is jelen van, de tegnap előtt beszéltem vele és mondta, hogy sajnos nem tud eljönni, mert Szolnokon van 10 órakor egy nagyon fontos megbeszélés, a kettő program az pont üti egymást, és területileg is ellentétes irányba van egymástól Szolnok meg Sümeg. De azt kértem, hogy adjam át az ügyvészletét, és hogyha jó Isten is úgy akar, és úgy hozza a sors, akkor a továbbiakban is minden olyan dologban segít, amiben nekik is segített nekik. Én annyival szeretném zárni a hozzászólásomat, hogy én is szeretném megköszönni az önkormányzatok vezetőiknek azt a kitartó munkát, amelyet végeztek nem csak a kivitelezés másfél éves fázisában, meg az előkészítésben, hanem az elmúlt években, és a lakosság türelmét is meg kell, hogy köszönjük, mert gondolom, hogy nem volt egyszerű, amikor bizonyos helyeken az utak fel voltak bontva, és gépjárművel sem tudtak beállni az udvarba, vagy nem tudtak szállítani, vagy a saját gyalogos közlekedésük is nehézkes volt, és azt gondolom, hogy ez a kitartás ez meg fogja hozni hosszú távon az eredményét és a hasznát. És azt kívánom, hogy a települések is és a településen élők is egészséggel használják ezt a beruházást, mert azt gondolom, hogy nem csak a kis térségnek érdekel, hanem az egész államnak is érdekel, és gratulálok a kivitelezéshez is. Szeretném felkérni Rátosi Ferenc, a társulás elnök és Hümegváros polgármesterét, hogy egy pár szót szóljon a helyi kapcsolódás. Tisztelt képviselő, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy nagy örömet fejezzem ki, és mindenkinek a köszönetemet, képviselőmet és a köszönetemet. Tényleg, ahogy ő is elmondta, hogy 15 éve folyik ez a küzdelem, hogy ezt a csatorna beruházást meg tudjuk valósítani, és lassan a végéhez érünk. Ezt köszönjük szépen. Szeretném megköszönni Domokos László projektmenedzserünknek a rengeteg áldozatos munkát, Hegyi Zoltán igazgató úrnak, Éri László igazgató úrnak, kollégáimnak, a DRV minden dolgozójának, aki támogatta a projektünket, és hadd emeljem ki polgármester kollégáimat. Nagyon jól tudjuk, hogy
Nagyon sokat kellett azért tárgyalnunk ahhoz, hogy végül is egy eredményes projektet hozzunk létre, és ahogy szokták mondani, az ő munkájuk nélkül, támogatásuk nélkül ez nem jöhetett volna létre. Még egyszer köszönöm a munkátokat. Szeretném megköszönni a Bakony Karsznak is a támogatást, hiszen nem csak szakmailag, hanem anyagilag is támogatta a beruházásunkat. Én úgy gondolom, hogy egy hatalmas összefogással készül el hamarosan ez a beruházás, és büszkén mondhatjuk el, hogy végre térségünk 99%-ban infrastruktúrális szempontból ellátott. Tehát lehet, hogy az országnak más térségei ezzel nem büszkélkedhetnek, de mi ezt elmondhatjuk, és a település vezetőinek és a szakembereknek tényleg nagyon sok munkája van benne, lakosságnak nagyon sok áldozatvállalása van ebben, hogy ez a projekt ilyen szépen elkészült. Én azt kívánom kollégáimnak, hogy tartsunk ki, augusztus végére bízunk benne, hogy sőt, be kell, hogy fejezzük a programot, és én azt gondolom, hogy augusztus közepén átadjuk ezt a rendszert a lakosságnak, és végre az aszfaltokat lerakhatjuk már addigra az utakra, és mindenki legnagyobb megelégedésére azt tudjuk mondani, hogy a mű elkészült, az alkotók pihenhetnek, mármint a polgármesterek ebbe a dologba. Hát az Fidelszki meg ne pihenjen, hanem minél több sikeres munkát valósítson meg. Mindenkinek köszönöm még egyszer a munkáját, és akkor remélem, hogy augusztusban ugyanitt egy eredményes átadó mondhatjuk el, hogy köszönjük, fiúk, jó volt. Szeretném megkérni Hegyi Zoltánt, a Szitászki Szabadis Konzorcium részéről igazgatónak egy pár szót a kintelezésről. Tisztelettel köszöntöm Lasztovics országgyűlési képviselő urat, Rátosi Ferenc urat, a Sümegváros polgármesterét és a társulás elnökét, és a társulás, a társult települések polgármestereit, polgármesterasszonyait, Domokos László projektmenedzser urat, és fordulok balra is, akkor Lengyelnének a műszaki ellenőrünknek a közelműködését, és az üzemeltetőnek Kéri Lászlónak a közelműködését. Mi, mint kivitelezők, ezzel a projekttel igazán a kiíráskor, 2012. augusztusában kerültünk kapcsolatba, azt hallottuk az előző beszédekből, hogy a projektnek azért van már jó pár évvel korábbi leülete. Mi ekkor 2012. nyarán kapcsolódtunk be, és a közbeszerzési eljárás eredményes bonyolítás után 2012. október 29-én írtunk alá egy vállalkozási szerződést, mint Szipeszki Magyarország és a Szabadics Közműs Mépítő ZRT konzorciummal. Magunkról csak néhány szót szólnék, még a mellettünk lévő szám, és látjuk, hogy Szipeszki a jövőépítő, de azt mondom, nem csak a jövő, hanem a jelen építő is, mert mondhatnám azt is, hogy ilyen beruházásból, mint amivel most itt foglalkozunk, Sümeg és térségén, jelenleg az országban 11 hasonló méretű és volumenű munkának az építésében veszünk részt. De nem csak szennyvíz csatornázás, szennyvíz tisztítási csatornás területén, hanem a környezetvédelmen egyéb ágában is. Árvízvédelmi projektekkel foglalkozunk több helyen az országban. Hulladék rekultivációkkal, hulladéktárolók építésével, mechanikai válogatók építésével foglalkozunk jelen is négy helyen az országban. A vállalatunk nem csak a környezetvédelemnek lelkes képviselője, hanem az útépítésnek, magasépítésnek egyaránt. A magasépítés, hogyha most nem hittem, akkor mondhatnám azt, hogy Budapesten jó pár olyan beruházás van, amiről most, aminél elég sűrű lehet hallani a nevünket. Nemrégen fejeztük be a metróépítést, állomások építésében vettünk részt, szerkezetét építettük, azon kívül a teljes szakasznak, az állomásnak a belső beépítésével foglalkoztunk. Mit csináltuk azt? Jelenleg a Várbazár egy ilyen kiemelt projektünk, aminek most egy héten belül lesz az átadása, ami egy nagyon szép projekt, főleg azért, mert tényleg évekig, több tíz éven keresztül ott volt a Tabán oldalán, és mindenki csak azt látta, hogy mikor lesz bele valami, és szerencsére most felmerült az igény, hogy ez az igény és az a forrás is megszületett hozzá, amivel ebből egy csodálatos helyet lehet varázsolni. De mondhatnám azt, hogy részt veszünk rengeteg kórházépítési programban, iskolaépítési programban, valami helyi közelít mondjak, nemrégen volt Szombathelyen a
a Markusovszki kórháznak a napjavas ünnepe, hogy közelben mondjak valamit. A útépítés a másik ilyen komoly ága a cégünknek, amely az egész országon mindenhol foglalkozik. Itt a közelben is hamarosan megjelennek a gépeink, Devecser-Sünek, Devecser-Pápa környékén ilyen alsóbrendű utak felújításában fogunk részt venni, a 71-es út mellett Érdi csomópontot fogjuk nem sokára elkezdeni, hogy egy kicsit nagyobb volumenű munkákat mondjak a 8-as főútnak, több szakaszán dolgozunk, szintén itt a környéken, az egyik itt a Veszprém-Bátorotok terület, a Vasvár mellett a 140-150 km-es szerzőnyel fogunk hamarosan egy 12 km-es szakasz felújítani, hogy még nagyobb léptékig menjek autópálya közvetésében is részt veszünk a 4-es autópályának, Szolnok-Körvénkén, a Szolnok-Erkőnek egy viszonylag nagyobb szakaszát kaptuk meg megbízásban. Hát ennyit így magunkról röviden, de visszatérnék most erre a projektre. Pont tegnap volt egy éve, hogy elkezdtük a munkát itt a kivitelezési munkával. Március 19-én napja egy kicsit csapadékosabb, havas és nedvesebb március 5-ig után álltunk neki a munkának. És a kezdeti nehézség után most kinézünk, ez nagyon kellemes, hogy akkor tényleg a hóval küzdöttünk még egy évvel ezelőtt. Tényleg nagy nehézséget okozott ez a sok hó, magas talajvíz, de azért megfelelő szakértelemmel is és kivárva egy kis időt, amíg ezek a viszonyok rendeződnek, nekiálltunk. Alapvető koncepciónk az volt a csatornaházat építésénél, hogy egy-egy településre egy-egy vállalkozót bíztunk meg, törekedtünk arra, hogy helyi vállalkozókkal dolgozunk, amennyire lehet, tehát tapolcai, sümegi, veszprémi, székhelyi vállalatokról is dolgoztunk ezeken a projekteken. A csatorna hálózat összességében ilyen közel 43 km hosszat tett ki, és ha nem mutatom önöket, néhány adatot is mondanék erről. Ebből a gravitációs hálózat, ami gyakorlatilag a telepeken belül elvezetést jelenti, ez 25.810 métert tett ki, a nyomóvezetékek 10.370 métert, a házi bekötések 10.186 métert tettek ki. Házi bekötéseknél érdekes, mert 1090 házi bekötés készült el, ezért azt jelenti, hogy ez több mint 1100 háztartásnak a bekötését jelenti. És azt a számot én is alá tudom támasztani, amit a Domokos úr mondott, hogy jelenleg ebből 345 kötött már rá a hálózatra. Én azt gondolom, hogy így, amikor még nem értük el a projekt végét, ez egy jó számnak tekinthető. Azt mint hallottuk már Domokos úr előadásában, hogy december 6-án a csatornának a próbaüzem elindult. A projektnek a másik ilyen nagyobb léptékű része, és gyakorlatilag a lelke az a szennyvíztisztító telepnek a bővítése. Ez, mint a nézben bővítés, ilyen szempontból egy kicsit nehezebb megoldani, mint egy egyszerű zöldmezős beruházást. Ez azt jelenti, hogy a telepen készültek új műtárgyak, és a meglévő műtárgyak egy részét átalakítjuk majd, a meglévő műtárgyak egy részét pedig úgy, hogy megtartjuk itt gyakorlatilag. Ami új műtárgyként épült, az egy közel 800 négyzetméter fura blokk műtárgy, ez egy olyan egyesített műtárgy, ami egy medencén belül különböző funkciókat tud elvégezni. Készültek új szerelvényaknál, kőfogó műtárgy, átemelő műtárgy, szennyezetlen műtárgy, ami a meglévő és a funkcióját megtartó műtárgyakat illeti, ezek a fertőtlenítő medence, vegyszerűsítési helyiség, parsalcsatorna, a szociális épület, szippantott szennyvízfogadó és az elektromos mérőhelysége. És jelenleg van két medence, ilyen két körkörös medence, ami a jelenleg a biológiai tisztító, ezek, hogyha a turagok műtárgyat be tudjuk üzemelni, akkor ezek át lesznek örökítve, az egyikből a cápartárgyadó lesz, a másik pedig az iszap vonalnak fogja a részét képezni.